Jó estét kívánok, ez itt már a Kiemelő. Mai magazinunkban összeállítást láthatnak arról, hogyan képzelik el a fejlesztők a közlekedés jövőjét. Ezt követően megmutatjuk, milyen sikert értek el a Diákolimpián a Bolyai János Gimnázium kosarasai, de először beszélgetést láthatnak Körös Tamással, az első kecskeméti hanglemezbörze szervezőjével. Már is kezdünk. Szombaton, vagyis február 4-én rendezik meg az első új kecskeméti hanglemezbörzét a Híres Agora Kulturális és Ifjúsági Központban. Az esemény tavaly osztozkodott a Hifix szerelmeseivel, de idén csak a hanglemezeké lesz a főszerep. A rendezvény újdonságáról és a hanglemezek népszerűségéről Körös Tamás hanglemezgyűjtővel, a bőrze szervezőjével beszélgetünk. Jó estét kívánok, köszöntöm a stúdióban. Jó estét kívánok, és nézzétek. Mielőtt a programra térnénk, tegyük tisztába, hogy amit mi hanglemezként bakelitnek hívunk, az valójában nem is bakelit. Hogy van ez? Hát valójában igen. Tehát ez a köznyelben Magyarországon így épült be valami oknál fogva, valószínűleg, ahogy itt a kollega is mondta, a szín az hasonló a bakelithez egyébként, de valójában ez egy speciális műanyag, vinilnek hívják egyébként, és erre a legjobb a hangrögzítés úgy tűnik, és 1977-ben volt 100 éves a hangrögzítés egyébként, úgyhogy nagyon érdekes a dolog, és ez a hangrögzítés úgy tűnik, hogy ez a legstabilabb, mert közben, időközben ugye a 90-es években a CD, aztán azt követően a gyakorlatilag az USB-s hangrögzítés, és most visszatértünk ismét a hanglemezre. Mi lesz szombaton? Mire számíthatnak a hanglemezbörzén? Hát gyakorlatilag nagyon sok jelentkezőnk van már, tehát az asztalok döntő többsége igazából el is kelt, és hát számítunk a lemezgyűjtőkre, számítunk arra, hogy a környékbeliek jellemzően fognak jönni, és nagy az érdeklődés. A tavalyi évben már ugye volt kettő összevont hifi és hanglemez bőrze, és gyakorlatilag ebben a két bőrzében óriási érdeklődést tapasztaltunk. Az első alkalom ilyen 6-700 látogató, a helyi szakemberek mondták egyébként körülbelül, hogy ez volt a látogatási arány. Budapestről is nagyon sokan jöttek, és nagyon sokan gratuláltak, sőt Székesfehérvárról, Veszprémből, Tatabányáról, illetve Debrecen környékéről is, tehát az ország minden pontjáról. Sőt, most bejelentkeztek Belgrádból, gyakorlatilag jönni fog egy kollega, szintén lemezboltos, illetve egy japán kollega, aki zenész egyébként, és a Denzónál dolgozik, és Veszprém megyéből fog érkezni például, Fumio-san. Itt a bőrzén csak úgymond szakmabeliek, tehát gyűjtők, hozzáértők lesznek, vagy van, hogy érdeklődők, akik csak egyszerűen, mint egy program felkeresik? Hát minden várható. A tavalyi évben az volt a tapasztalat egyébként a februári bőrzénken, hogy gyakorlatilag családostól jöttek, tehát nagyon, nagyon komoly érdeklődés, és a fiatalok is. Tehát érdekes ez, hogy annak ellenére, hogy a digitális világban élünk gyakorlatilag, visszatérünk a hagyományos hanglemez hallgatására. Ez egy teljesen más megvalósulás igazából, ugye a CD, illetve az egyéb hanghordozók azok úgymond elkényelmesítettek, és ez egy külön szeász tulajdonképpen felrakni egy lemezt, és tulajdonképpen megnézni azt, hogy mondjuk egy 1979-es darab, az akkor ha már így megmutatott, igen, nekünk egy lemezt, egy hanglemezt, ugye nem bakelitet, mert hogy vinélből van, ezt megtanultuk, akkor vegyük sorra, hogy miket hozott nekünk, és akkor ezeket az érdekességeket így mesélj el. Csak egy-két ízelítőt hoztam direkt mutatóba, csak azért, hogy látható legyen az, hogy mégis mi az, ami az én esetemben gyakorlatilag, én a rockot szeretem, főleg ez a műfaj, illetve hát itt lesz mindenféle, tehát a jazz, a funky, a gyakorlatilag a diszkó, tehát a legkülönbözőbb verziók, tehát nagyon sokan. Bocsánat, hogy közövágok, tehát a gyűjtők azok egy műfajra vannak specializálódva? Nem feltétlen. Nem? Abszolút nem. Tehát vannak mindenevők. Nem feltétlen, ez ugye ízlés kérdése gyakorlatilag. Vannak, akik igen, tehát van, aki például csak maxit gyűjt, van ilyen is. Van olyan, aki csak kislemezt gyűjt. Van, aki mindent. Például én is ilyen vagyok, de igazából egy előadótól. Tehát az nagyon fontos, hogy az előadók azok kik, illetve hát a lemeznek az állapota, minősége nagyon sok minden befolyásolja, tehát nagyon nehéz ezt behatárolni, tehát nem lehet egy általános tendenciát mondani, hanem nagyon sok érdekesség van gyakorlatilag, amit igazándiból, tehát érdemes úgymond megfondolni, és az alapján gyűjteni nyilván. Tehát nincsenek szabályok, ha úgy tetszik.
Ezeknek a lemezeknek mi a különlegesség, hogyha valamelyikről esetleg valami Ez a lemez például azért különleges, mert 1979-es kiadás, és akkor Magyarországon az első nyugati lemezek közül ő jött be angolként, és ez egy nagyon ritkaságnak számított, mert ugye annak idején csak szinte magyar lemezeket kaphattunk a boltokba. Érdekes, mert a magyar lemezvágás az német gépekkel történt, tehát nagyon jó minőségű lemezeket állítottak elő, a magyar lemezek is ilyenek voltak. Én igazából a magyar lemez szinte egyáltalán nem gyűjtöttem akkor, csak a külföldieket, de azóta ez megfordult, meg már nagyon sok minden. Tehát érdekes, hogy a magyar lemezeknek az értékei bizonyos lemezeknek nyilván emelkedett meg nagyon, annak ellenére, hogy annak idején, ha emlékszünk rá, ilyen 90-100-120 forintosak voltak ezek a lemezek, nagyon soknál rajta maradt még ugye az árcímke is, és megtéveszti a... Mi lehet ennek az oka, hogy a magyar lemezek értéke jobban emelkedik? Ez érdekes, mert a világba, ahogy kikerültek a magyar lemezek, ugye kiderült, hogy azért ez, tehát nyilván egy olyan igényt generált kint, ami ezt a itteni magyar gyártást, ezt nem feltételezte. Annak abban az időszakban nyilván, amikor a vasfüggöny volt, ugye innen a lemezek nem nagyon mentek ki, és nem is jöttek vissza, illetve hát nem is jöttek be az országba nagyon, csak nagyon limitálva, tehát nagyon nehezen lehetett, nehéz volt az áramozgás, és ugye ez felszabadult, kiderült, hogy kevesebb, mint amennyi igény van, és például egy pokolgép lemez, vagy egy Bonanza Banzai lemez például, amit vagy a 90-es években kiadott lemezek borzasztó áron vannak. Tehát a 96-ban szinte én most találkoztam egy olyan lemezzel, ami 300 dolláros lemez Budapesten, és tényleg annyi. Tehát gyakorlatilag, amit annak idején itt 800 forintért mondjuk meg lehetett venni. Közben lapozhatunk a lemezek között, igen, és az a kérdés jutott eszembe, hogy meddig volt jellemző, elterjedt a hanglemez kiadás Magyarországon? Ugye 90-es éveket említett hát az gyakorlatilag előtt. A 90-es évek elejéig, ugye akkor váltott, akkor lezuhant nagyon a vinil kiadás, és nem csak Magyarországon, hanem az egész világban, mert ugye az igény az szinte visszacsökkent, ugye a CD-re elkezdtek átváltani az emberek. Aztán gyakorlatilag valami oknál fogva kiderült, hogy ennek a kompakt hangzása egyebek, tehát más, hogy mondjam, egész más, hogy alakult a stílus, meg a zenehallgatási stílus is, és ugye a 90-es évek és a 2000-es évek között kialakult lemezek, az úgy gyakorlatilag nagyon magas értéket ezért képviselnek, mert le volt csökkentve. Akkor már ritka nyilván, volt. Persze, limitálva adták. Közben lapozzunk. Ki. Azért mutatok egy olyat is, hogy hogy néz ki egy, mondjuk egy szakszerű lemez kiemelés, tehát hogy ugye nagyon fontos, hogy a lemezt gyakorlatilag a szélén érintsük, illetve a lébelnél. Tehát sose fogjuk meg a magát a játszófelületet, mert akkor elszennyeződhet. És hogyha így szakszerűen fogjuk meg, nem tapogatjuk össze, akkor mi egy lemeznek a szavatossága? Mennyit bír, meddig hát jó egy lemez? Hát akkor gyakorlatilag szerintem három ember mert öltő is akár. Mert ugye 79-es, ugye? Így van. Ha vigyázunk rá, és a megfelelő hőmérsékleten tartjuk, mert nagyon fontos, hogy például magas hőmérsékleten deformálódhatnak a lemezek. Tehát ugye ez ne haladja meg a, hát itt benne is van valamelyikbe talán, de 34-35 fokot, tehát ugye kilágyul, és illetve hogyha nagyon, tehát azért nem is jó, hogyha szabad téren próbál az ember mondjuk lemezt eladni, mert hogyha nagyon meleg van, akkor ez borzasztóan károsíthatja a lemezt, hogy úgy mondjam. Tehát így már sajnos jártunk. Na hát mutatok még lemezt, itt egy Deep Purple például, ami az írók, az talán a Child in Time-on mindenki ismeri, hát ez is egy gyakorlatilag klasszikus lemez, 1970-ben adták ki, ez egy német kiadás, és hát nagyon szép ugye kézbe is fogni gyakorlatilag magával a szövegkörnyezettel, illetve magával a szöveggel, illetve mindennel el vannak látva. Van, amikor a belső borító is ugye egy nagyon impozáns. Itt egy Jimi Hendrixet tudok mutatni, ami gyakorlatilag, igen, most megpróbálom úgy, hogy lássák is a nézők, úgyhogy ez is szintén egy nagyon szép kiadvány. Ugye, aki esetleg követi, ugye, hát elnézést. Ilyen lemezekkel találkozhatunk majd így van, így van, ezekkel mindenképp, tehát én ezeket ki fogom hozni, illetve hát emellett még egy 400-500 darabot azért hozok, tehát hogy legyen azért, de mindenki, tehát nagyon sokan jönnek most Budapestről is, jó részt a fővárosból, illetve hát az ország Balatonról nagyon sok. Egyébként, ha valaki gyűjtő és ilyen különlegessége van, attól meg tud válni, tehát elcseréli, eladja? Hogyne, természetesen. Tehát ez érdekes ez a lemezgyűjtés, mert ugye gyakorlatilag
többféle nyomás létezik. Tehát ugye az amerikai nyomású lemezek azok nagyon jó minőségűek, nagyon jó dinamikával bírnak, a kanadai nyomású lemezek is hasonlóan, illetve a japán lemezek, amik nagyon érdekesek, hogy szintén egyébként Nyugat-Európában is háromszoros, négyszeres áruk volt már 80-as években is, és most is, és ezek tartják is. Tehát most japán lemezt pont nem hoztam be, de majd szombaton, aki esetleg kíváncsi rá, többet is tudok majd mutatni. Ezeken rajta vannak a stabil árak is, tehát 2800 ilyen, vagy 1800 ilyen, tehát rajta van a rendes ára, és gyakorlatilag ez tartja is magát, ez egy érdekes dolog. És illetve hát emelkedik, ahogy ugye az árak is emelkednek tulajdonképpen. Jeffeket azért hoztam, mert igazából ő most hunyt el, biztos tudják nagyon sokan, és hát érdekesség, ez egy 79-es lemeze, tehát ezek örök időre gyakorlatilag. Hogyha vigyázunk rá, olyan helyen tartjuk, akkor ma egy bakelit, vagy hangleveznek az ára, mettől meddig mehet? Milyen skálán mozog? Hát ez egy nagyon, nagyon nagy skála, tehát van olyan lemez is, ami bizony akár 1000 fontot is érhet, tehát olyan lemez is van. Korai kiadások, Beatlesek, vagy olyan lemezek, amik igazából nagyon kis példányszámban és nagyon nehezen elérhetőek. Ez attól is függ, nagyon sok mindentől. Tehát mondom azt, hogy a 10 forinttól meg a lomtalanításnál kirakott lemeztől minden. Tehát minden lemez annyit ér, amennyit annak érte valójában tulajdonképp, hogyha azt veszük. És egy utolsó lemez? És egy utolsó lemez, így van, ez egy Yes lemez, ennek az az érdekessége, hogy Németországba nyomták, Amerikába importálták, ezt azért tudjuk mert biztosan, mert van egy bevágás a szélén, ez jellemzően az amerikaiaknak egy ilyen leértékelési verziója, és az unokatestvérem vette meg annak idején, aki Amerikában élt kín, tehát a bejött lemezt, és amikor jött haza Magyarországról, elhozta nekem. Akkor ez a lemez nagy utat tett meg. És még most is cellofánban van, tehát még nincs a gyári bontás, 72-es lemezről beszélünk. Én köszönöm a beszélgetést, és köszönöm az érdekességeket is. Tehát szombaton hanglemezpörzse híresek óra. Hánykor nyitnak? Szombaton így van, 10 órától nyitunk, tehát 10 órától fogadjuk a vendégeket, és délután, hát 2:30-3-ig, mert 2:30 körül már lesz egy újabb rendezvény, jelezték, gyakorlatilag addig általában beszoktuk tudni fejezni is, illetve hát, hogyha nagyon jó fog sikerülni, ebbe bízunk, akkor május 6-án megismételjük, és az évben még talán 2 alkalom lesz novemberben, illetve szeptemberben. Jó, de először most szombaton, 10 órakor. Ez így van, most szombaton. Így van. Köszönöm, hogy itt volt, köszönöm a beszélgetést. Nagyon kedves, köszönjük szépen. Középiskolások és egyetemi hallgatók ismerkedhettek meg a mai napon a jövő közlekedésével és a fejlesztési tervekkel. A Neumann János Egyetemen kimondottan a fiatalok számára került fókuszba a téma egy kerekasztal beszélgetésen. Egy kerekasztal beszélgetésen ismerkedhettek meg a résztvevők a jövő közlekedési eszközeivel. Napjainkban ugyanis egyre elterjedtebbek az elektromos autók, de készülnek már a napelemes és a hidraulikus járművek is, például a Neumann János Egyetem Jármű Technológiai Tanszékén. A kollégáink igyekeztek összegyűjteni a jármű technológia területén azokat a szakmai kollégákat, akik iránymutatást tudnak adni, milyen is lesz vajon a jövő közlekedése. Fókuszban elsősorban a hallgatók állnak, illetve a leendő hallgatóink, rengeteg középiskolás érkezik az eseményre, és aztán szeretnénk a jövő generációjának egy iránymutatást adni, hogyan is képzeljük el szakma oldaláról a jövő közlekedését. Az előadók között a legnagyobb műszaki egyetemek vezető oktatói szerepeltek az ország több pontjáról, illetve azok a vállalatok képviseltették magukat, amelyek leginkább szívügyüknek tekintik a jövő közlekedését, és amelyek ennek oktatását, kutatás fejlesztését iránymutatásnak tekintik a jövőben. Igyekszünk a egyetem területén azzal is készülni a hallgatóinknak, hogy lássák, milyen kutatásfejlesztésekkel foglalkozunk, így aztán láthatják majd a motorfejlesztéseinket, láthatják majd az elektromos autófejlesztéseinket, és hát ezekben ők tevékenyen is részt vehetnek, tehát azért szeretnénk őket megszólítani, hogyha hozzánk jönnek, ilyen remek programokban vehetnek majd részt. Az eseményen dr. Fülöp Tamás, a Neumann János Egyetem rektora köszöntőjében úgy fogalmazott, büszkén állíthatjuk itt az egyetemen, nem csak oktatjuk, hanem kutatjuk és fejlesztjük a jövő közlekedését. Ezeket a tudásokat építjük be a tananyagokba. A mai kerekasztal beszélgetés moderátora Talmácsi Gábor gyorsasági motoros világbajnok volt. A moderátori szerep az egy picit, azt mondom, idegen számomra, habár szeretek beszélni,
De azt gondolom, hogy azért is vállaltam ezt a felkérést, mert az egyetem egy rendkívül munkát végez ugye az oktatás terén, és ebben a környezetben úgy érzem, hogy én is jól érzem magam, mert aktív részese vagyok a közlekedésnek. Nagyon sok tapasztalatom van, nem csak a versenypályán, hanem a utcai környezetben is. Úgyhogy számomra is ez egy kikapcsolódás, és ez egy tanulás, mivel a szakértők segítségével nagyon fontos területeket fogunk megvizsgálni. Az előadók között szerepel dr. Homoki Tamás alpolgármester közlekedési jogász is, aki, mint elmondta, a város célja, hogy kevesebb autó legyen a város útjain, ezek kevesebb mértékben legyenek terhelve, minél kevesebb dugó alakuljon ki. Fontos, hogy rá kell venni majd az embereket, hogy ne használják annyit a gépjárművüket, hanem helyette szálljanak inkább buszra. Dr. Homoki Tamás hangsúlyozta, jelenleg Kecskeméten 70-80 autóbusz tudja ellátni azt a közlekedést, amit versenyképessé szeretnének tenni. Az előadások között szerepelt a napelemes rendszerek használata, az új alternatív üzemanyagok és a környezetbarát megoldások is. Az előadások után feltehették kérdéseiket a résztvevők, majd az intézmény aulájában megtekinthették a kifejlesztett járműveket és a kutatási eredményeket is. Bronzérmes lett az országos kosárlabda diákolimpián a Bolyai János gimnázium csapata. A legidősebb korosztályos kosarasok Miskolcon csaptak össze. A 157 nevező csapatból 8-8 csapat kvalifikált összesen 192 diákkal. A hétvégén zajlott a legidősebb korosztályok számára az országos kosárlabda diákolimpia döntője. A kecskeméti Bolyai János gimnázium kosaras fiúi bronzéremmel tértek haza. Ladovszky János az All-Star csapatba is bekerült. Úgy érzem, hogy amíg úgy megyek el edzésekre vagy meccsekre, hogy nagyon jól érzem magam, és hogy mindent ki akarok adni magamból, addig én ezt folytatni szeretném, és tényleg, ahogy mondtam, hogy nagyon jól érzem magam ebbe a közösségbe. Éremért akartunk menni. A döntőt elnézve szerintem játszhattunk volna aranyért is, úgyhogy annyira nem lepett meg ez az egész, főleg, hogy még általános iskolában már nyertünk egyszer, úgyhogy hát nem tudom, örülök a bronznak, de egy jobb érem jobb lett volna szerintem mindenkinek. A csapatok Miskolcon csaptak össze, ahol a 157 nevező csapatból 8-8 csapat kvalifikált összesen 192 diákkal. A Bolyai kosárlabda csapata elszántan érkezett a helyszínre, mivel számukra a csapatszellem és az összetartás a legfontosabb. A sikereket is az egységes csapatnak köszönhetik leginkább. Hetente órarendben van 2 darab edzésük, ez 4 tanórát jelent. Nekik kedden és csütörtökön 7 órától 8:30-ig, ez a 0. és az 1. óra. Az akadémiai edzők vezetik ezeket az edzéseket, értelemszerűen összehangolva a délutáni képzéssel. Tehát ők az országos átlagnál darabszámban is a heti 5 edzés helyett, amit ők délután megkapnak, pluszban még kapnak 2-t, és emellé jönnek még a versenyek is. Mindenképp meg kell említeni az akadémiánál azokat az edzőket, akik velük foglalkoznak. Az U18-as korosztálynál Dusan Márkovics, illetve Hegedűs Gergely, és az U16-os korosztálynál pedig a Váradi Kornél. Ez döntően az ő munkájuk eredménye. Én kaptam egy nagyon jó kis csapatot, és hál' Istennek sikerült összehoznunk ezt a szép eredményt. Nagyon-nagyon fontos eleme ennek az akadémia, mert ezeknek a játékosoknak a döntő többsége az akadémián játszik a jelen pillanatban is, ott kapják az alapképzésüket, és akik pedig már nem, ők vagy NB1B-ben, vagy mivel kiöregedtek az akadémiai korosztályból, már följebb magasabb szinten. De az alapokat mindenképp ott kapták meg. A csapat tehát a sporttagozatnak köszönhetően hetente több alkalommal is edzhet. Itt az iskolában nagyon jó hangulatban telnek az edzések, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy nem annyira durvák, nem annyira feszített a tempó, mint egy akadémiás edzés. A kosárlabda mindig is nagyon közel állt a szívemhez. Ez egy baromi jó csapatsport, ahol igazából minden egyéniség megnyilvánulhat. A Bolyai is csapat tagjai már több éve edzenek elszántan egységként, amelynek köszönhetően a diákolimpián most is egy bronzéremmel térhettek haza. Nagyjából egy 5-6 éve kezdtem kosárlabdázni, nagyon megtetszett, legelőször a televízióban láttam,
megtetszett a nagy sztárok, hogy mennyire körberarangják őket az emberek, maga a labdajátékok mindig is vonzottak, többet is kipróbáltam is, kosárlabda mellett maradtam. Szeretném minél magasabbra fejleszteni ezt, rengeteg kitartás, szorgalom. A minden évben megrendezésre kerülő országos kosárlabda diákolimpián a dobogóra kerülő csapatokat idén is jellemzően akadémista és korosztályos válogatott játékosok alkották. A diákolimpia országos döntőinek érmesei 10 felvételi többletponthoz jutnak a felsőoktatási jelentkezés során, ahol a felvételi időpontját megelőző 8 év erre jogosító eredményei érvényesíthetők. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben, következzen az Esti Gyors. A múzeum régészei többek között egy karperecre és egy fiatal személy csontvázára bukkantak az északi elkerülő folytatásának nyomvonalán. Az ásatáson összesen 800 négyzetméteren húztak próbaszondákat. Holnap, azaz február 1-én újra nyit a Cifrapalota a téli bezárást követően. Az állandó tárlataik mellett továbbra is látható a Sisa 70 és a Petőfi kiállítás az épületben. Jó ütemben halad a Budapest-Belgrád vasútvonal felújítása, ugyanis a téli időszak ellenére sem álltak meg a munkálatok. A vasútvonal fülöpszállási szakaszán a vasúti átkelőnél fokozott figyelemmel kell közlekedni. 40 fiatal egészségügyi tanuló vett ma részt a Kossuth Zsuzsanna Nemzeti Egészségügyi Szakképzési Verseny megyei középdöntőjén. A Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórházban alapápolás, rehabilitáció és fizioterápia témakörben is bizonyítania kellett a versenyzőknek. Február 9-én 17 órai kezdettel jótékonysági hangversenyt szervez a Kodály Iskola az ütőhangszeres tanszak javára. A Karnevál címre keresztelt koncerten mintegy 30 fellépőre lehet számítani. Kedves nézőink, hírórával holnap is várjuk Önöket este 7 órától. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Én köszönöm a esti megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel holnap este várjuk Önöket, tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!